season comes and goes. Jó reggelt, drága barátaim! Ma egy csodálatos helyszínen jelentkezünk, hiszen itt vagyunk a Balatonon, Szabad és Óston, egy csodálatos környezetben is, illetve egy annál szebb helyen, Hotel Royal Mediterrán nevezető helyen. Mai napot ugye nyaralással töltjük, de mivel ugye az egy nyaralunk, nem áll meg teljesen a csatornánkon az élet, illetve szeretnék ma bemutatni nektek egy nagyon frankó kis kütyüt, ami pont ezen a helyen fog nagyon jól jönni nekünk. Mutatom, polár szűrő. Két okból kifolyólag lesz ez nekünk nagyon fontos. Ugye ezt a szűrőt két dolog miatt hirdetik nagyon. Őróla van szó, ez a szűrő ugye megszűri a nem kívánt tükröződéseket, illetve egy szlengje van neki, ugye, hogy mentsük meg az égboltot címmel. Mindjárt meg is mutatom ezt gyakorlatban, hogy néz ki. Igazából sokkal szebb, sokkal élethűbb szint fog nekünk ez adni, ez a szűrő. Ugye ez a polarizációs szűrő ugye minden fotósnak a nélkülözhetetlen tárja. Élettelivé, illetve szebbé teszi a videóikat, illetve a fényképeket, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Tényleg egy pár forintos beruházásról van szó, de majd mindjárt látni fogjátok, hogy ez mennyivel megkönnyíti az ember életét, illetve mennyivel szebb képeket, illetve tartalmakat lehet vele előállítani. Sárga részből készült, illetve matfekete, tükröződésmentes bevonattal van ellátva maga a szűrő. Nagyon vékony, nagyon kicsi, ugye ez a minimális vastagság pedig garantálja, hogy esetleg nagyobb objektívvel is megfelelő tartományba fog nekünk dolgozni. De igazából, hogy mondani szokták, puding próbálja az evés, úgyhogy próbáljuk is ki, hogy tulajdonképpen miről van szó. Itt a Balaton, a legjobb helyen vagyunk erre. Na szóval, ha most csak naturin vagyok a képen, akkor mutatom, hogy tulajdonképpen miről van szó. Így néz neki, szűrő nélkül készítjük most ugye ezt a képet, és akkor most ugye azt mondja, be is fogom rakni nektek ezt a szűrőt ide a lencs elé, hogy mi lesz a különbség. Na, látjátok? Én látom. Szűrővel, szűrő nélkül. Ugye zongorázni lehet a különbséget, vagy akár csak így. Szűrő, szűrő nélkül. Na most csináljunk egy képet a Balatonról, hogy ennélkül hogy működik. Na, gyertek, megyünk. Szóval balatoni kirátás, így néz neki szűrő nélkül, és most megnézzük ezzel a szűrővel. És már föl is tettük a szűrőt. Hát ugye mondanom sem kell, hogy zongorázni lehet a különbséget. Tehát még egyszer, szűrővel, most szűrővel van fönn, levesszük, szűrő nélkül. Szűrővel, szűrő nélkül. Na szóval, ebben a rövid videóban ezt szerettem volna bemutatni nektek, hogy egy ekkora kis lencse, illetve egy ekkora kis szűrő, mekkora pluszt tud adni a videók elkészítéséhez. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Most a nyárnak érezd, hogy megérkezik.